Már régi hagyomány a magyar atlétikában, hogy az év elején a Nyíregyházi Egyetem csarnokában indul a fedett pályás szezon. Így volt ez az idén is, az elmúlt vasárnap 11 és 13 éves fiatalok számára rendeztek régiós viadalt, mellette versenyen kívül idősebb atléták is rajtozáltak különböző számokban. Az U11-es és U13-as korosztályban 17 egyesület versenyzői mérték összetudásukat. Elég nagy az érdeklődés, hiszen Budapesttől kezdve Kecskeméten át, Gödöllőn keresztül elég sokan voltunk. Nem tudom a pontos létszámot, de szerintem 100 fölött van a versenyzői létszám. És hát ami érdekesség ennek a versenynek, hogy valóban az első, és hát a fedett pályás versenyidőszak kezdetét vette, két hét múlva már az újoncok, serdülők országos bajnokságon vesznek részt, és ez a verseny tulajdonképpen arra jó, hogy a hosszú alapozási időszak munkájának eredményét megnézzük, illetve felkészüljünk a fedett pályás országos bajnokságokra. A diszkoszvető Szikszai Róbert súlylökésben indult el a versenyen. Mivel az idei világbajnokságot a megszokott nyári időpont helyett ősszel rendezik Katarban, míg a felkészülés elején tart a 65 méteres VB, egyben olimpiai kiküldetési szintet megcélzó atléta. Most még az erősítő állapotban tartunk, versenyezni valószínűleg a téli magyar bajnokságon fogok, utána pedig majd április-május körül kezdek. Edzőtábort is most később tervezzük április elején, április vége fele, hogy ott kerüljek először is csúcsformába, ahol ugye szintet kell teljesíteni, ugye már egyben olimpiai szint is lenne, hogyha a VB szint sikerül, és utána tudnám nyugodtan készülni az ősz VB-re. A magasugró Bakosi Péter több héten keresztül készült Németországban Kis Tamás edző irányításával. A 210 cm-ig jutó nyíregyházi atléta célja az volt, hogy versenykörülmények között tesztelje átalakított nekifutását. Ez az első verseny az arról szólt, hogy a nekifutásomat rakjuk rendbe. Ezt Tamás is figyelmeztetett erre, hogy egy 2-3 verseny fog rá kelleni, még úgy nagyjából be fog állni ez az új nekifutás. Ezt én is éreztem most a versenyen, mivel sokkal nagyobb frekvencián futottam, mint eddig, és a végét nem igazán sikerült összeraknom. Én egy picit többre reménykedtem, egy olyan 15 környékére, de úgy gondolom, hogy ez se probléma, hogy 2-10-zel kezdtem az idényt, mivel tudom azt, hogy mik a hibáim, mi az, amit még javítanom kell, mire kell még több hangsúlyt fektetnem. Bakosi Péter 5 versenyt tervez a fedett pályás szezonban. Az 5. a glasgowi Európa-bajnokság lenne, amennyiben az előző 4 versenyen sikerül megugrania a 226 cm-es kiküldetési szintet.